embernek az, amit ott átélnek azok a szegény lelkek. És miközben itt kiabáltam és sírtam, azt mondta az angyal nekem, Daniel, hagyd abba a sírást. Ez a nemzedék kapja meg a választ az imájára, amit a pokolban elmondott a gazdag ember, és visszaküldelek téged erre a, ennek a nemzedéknek, visszaküldelek a halálból. Ez az utolsó nemzedék, és mondd el nekik, hogy a valóságos, a mennyis valóságos a pokol is, és fontos a megbocsátás. Tehát a gazdag ember imája most hallgattatik meg, mert elmondta az angyal nekem, hogy a készen vannak azok a lakóhelyek, amiket Jézus készít a szenteknek a mennyben, de a szentek nincsenek kész. Figyeljetek rám! Hogyha bemehettem volna a paradicsomba az angyallal, akkor nem lett volna semmi, amivel arra csábíthattatok volna, hogy visszajöjjek ebbe a világba. Tehát semmivel nem tudtatok volna visszahívni ebbe a világba, ha a paradicsomba bemehettem volna. De amikor azt mondta az angyal, hogy visszaküld engem, újra kézen fogott, és egy pillanat alatt láttam, hogy ott vagyok az angyallal egy magas hegyen. I know Pastor Bonke, but I and him have never met face to face. I only tudtam Bonke pásztorról, de sohasem találkoztunk személyesen, csak láttam őt messziről, meg képeken, meg tévében, de abban a pillanatban láttam ott a hegyen egy embert, aki fekete öltönyben volt, és ahogy közeledtünk hozzá az angyallal együtt, és ez az ember megfordult, és ez az ember pont úgy nézett ki, mint Pastor Bonke pásztor, és az angyal átadott neki engem, és azt mondta neki, hogy vigyen engem szerte el a világba mindenhova, és hirtelen úgy éreztem, hogy a szárnyaim mint a szárnyaim nőttek volna, és így elkezdtem leereszkedni erről a hegytetőről, és így leereszkedtem a völgybe, és akkor hirtelen a következő, amit tudok, az az volt, hogy felkeltem, és emberekkel voltam körülvéve, és ott voltam abban a gyülekezetben, ahol Bonke éppen prédikált. Tehát Bonke kapta megbízatást, hogy Danielt vigyel mindenhova a világra, hogy az üzenetét átadhassa az egyháznak. Jézus azt mondja, hogy Jézus azt mondja a jelenések 3:20-ban, hogy ott állok a szíved ajtaja előtt, és kopogtatok, és hány éve van az, hogy Jézus kopogtat. És Jézusnál vannak az örökkévalóság kulcsai, tehát ha te, amíg élsz a Földön, nem tudod kinyitni a szíved ajtaját Jézus előtt, akkor ő sem fogja kinyitni előtted az örökkévalóságnak az ajtaját, mert nála van ahhoz a kulcs. És Jézus évek óta ott kopogtat az ajtaján a szívednek. Und dann hat die Schlüssel für deine Ewigkeit in der Hand. Aber wenn du jetzt nicht aufmachst, wenn du in diesem Leben nicht aufmachst, kann später keiner mehr für dich die Tür zur Ewigkeit bei Gott aufmachen. You have two invitations. Két meghívásunk van. Jézus hív titeket, és az ördög is hív titeket. Az ördög meg akar ölni titeket, és el akar pusztítani titeket a pokolban, de Jézus azt mondta, hogyha kinyitod a szíved ajtaját, akkor én bejövök, és veled vacsorálok, és megszabadítalak, megoldom a problémádat, és visszaviszlek téged Istenhez. Itt van előtted a két meghívás. De én azt mondom nektek, hogy Jézus meghívását fogadjátok el, mert ő eljött, hogy meghalljon értetek, hogy megváltson titeket, életet adjon nektek, és visszavigyen titeket az alkotótokhoz, mielőtt átadom a mikrofont a következő embernek. Hogyha tudod, hogy valakire haragszol,
bármi legyen az, Isten nem hallgatja meg a magyarázataidat, hanem Isten a reagálásodra figyel. Bármi legyen az, figyeljetek! Ő a feleségem megbántott engem, de nem ez volt a vitatárgya igazán, hanem Isten velem arról foglalkozott, azzal kapcsolatban foglalkozott, hogy én nem bocsátottam meg neki. Tehát én velem volt a probléma, nem a feleségemmel. Nem a probléma oldódott meg, nem a feleségem mellett elbánva, hanem Isten rajtam kérte számon, hogy én faragottam rám. Tehát mindenkivel éljünk békességben. Béküljünk meg mindenkivel. Hogyha tudod, hogy meg akarsz bocsátani valakinek, és meg akarsz békülni valakivel. Bármi is a haragodnak az oka a másik emberrel kapcsolatban. Akkor emeld fel a kezedet. Álljatok fel, és imádkozzunk röviden, és ígérjétek meg Istennek, hogy megbékeltek azzal az emberrel, aki ellen valami kifogásotok van, bármi is legyen az a vétek, amit ő elkövetett ellenetek, azt aratjátok, amit vettek, hogyha mindenkinek megbocsátotok, akkor Isten is nektek mindent megbocsát. Tehát emlékszem, láttam egy pásztort ott a pokolban, aki egy bizonyos apró félreértés miatt került a pokolba, de Isten nem azzal foglalkozik, hogy mit követtek el ellenetek, hanem hogy ti hogyan reagáltok rá. Béküljetek meg a feleségetekkel, a férjetekkel, a gyerekeitekkel, a testvéreitekkel, a lelkészetekkel, mindenkivel, akire haragudtok, mert a menny egy valóságos hely, és a pokol is valóságos hely. A házak készen vannak a mennyben, de a szentek nem készek, hogy elfoglalják azokat. Pedig ez egy nagyon komoly elvárás a részünkről, hogy oda jussunk. Ígérjétek meg Istennek, hogy nagyon sajnálom, és amint elmegyek innen rögtön, elmegyek és megbékélek az emberrel, vagy ha az illető itt van, akkor oda megyek, és átölelem, és megmondom neki, hogy megbocsátok neked. Én is miután meg feltámadtam, én is letértettem a feleségemmel, és azt mondtam neki, hogy megbocsátok neked, és megbocsátok neked, és már előre mindent a jövővel kapcsolatban is megbocsátok neked. Tehát meg kell, hogy ezt ígérjétek Istennek, és meg kell bocsátanatok, bármi is az, ami tettek ellenetek. Mert nagyon közel van az Úrnak az eljövetele. Tehát most ígérjétek ezt meg Istennek, és imádkozzatok. Uram, köszönjük neked ezt a nagyon komoly figyelmeztetést, amit adtál nekünk. És kérlek, Uram, hogy mindannyian nyitottak legyünk erre. Segíts, Uram, hogy valóban megbocsátassunk másoknak úgy, hogy Te is meg tudj nekünk bocsátani. Egész szívemből köszönöm neked, Uram, hogy a Te véred megtisztít minden bűntől. Köszönöm, Uram, hogy a mennybe vezető kapu nyitva van, és hogy mindenki, aki ezen nevet segítségül hívja, üdvösséget nyerhet, és ma este a megváltásnak egy nagy estéje van itt köztünk. A megváltásnak egy nagy órája. Gyerünk, és dicsérjük az Úr, Urat. Köszönjük, Uram. Köszönöm, Úr Jézus. Köszönöm. Köszönöm, Uram, hogy ez a kegyelem ideje most. Ez a kellemes óra. És dicsérünk téged, dicsőséget a nevednek, Uram. Áldunk téged, Uram! Áldunk, Uram! Emeljétek fel a hangotokat!
Emeljétek fel a hangotokat! Áldunk téged, Uram! Áldunk, Uram! We bless you, Lord. We praise this. You live.